Közérdekű adatigényléssel fordult a szegzárdi városvédők elnöke a Tolnai megye székely polgármesteréhez. Szabó Balázs azt szeretné megtudni, hogy pontosan mekkora összeget emész fel havonta a közgyűlési bizottságok tagjai, valamint az önkormányzati cégek felügyelőbizottságai által felvett tiszteletdíj. A civil szervezet vezetője azt mondja, mivel most nem ülésezhetnek a bizottságok, valamint a felügyelőbizottságok sem, ezért azt kéri, hogy vonják el a tagok tiszteletdíját. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy a szavazókat be tudták csapni, és első intézkedésük az volt, hogy a saját béreiket megemeljék, ez elfogadhatatlan, és jelen pillanatban pedig semmilyen munkavégzés nem történik a képviselők és a bizottságok részéről, tehát azt gondolom, hogy a pénzt sem jár nekik. Szabó Balázs szerint az, hogy Bomba Gábor korábban a Facebookon azt írta, hogy több képviselőjüknek érvágás volt, amikor Ács Rezső felére csökkentette a tiszteletdíjukat, azt mutatja, hogy az ilyen szexált frakcióban megélhetési politikusok ülnek. A városvédők elnöke szerint az elvont tiszteletdíjakból a bezárások miatt nehéz helyzetbe jutott mikrovállalkozásokat kellene támogatni a városnak. Rengeteg olyan étterem tulajdonos, de akár beszélhetünk kozmetikusról, fodrászról, virágboltosról, akiknek be kellett zárni. Én azt gondolom, hogy kutya kötelessége a regnáló városvezetésnek, hogy ezeket az embereket segítsük meg. Szabó Balázs szerint a most nehéz helyzetben levő mikrovállalkozásoknak akár már néhány 10 000 forintos önkormányzati támogatás is hatalmas segítség lenne.